Kovászna megyében a házi orvosok 50%-a 65 év feletti, ugyanakkor számos településen akadozik a betegek ellátása. Utánpótlás kismértékben ugyan, de akad, ám a frissen végzettek többsége inkább városba menne dolgozni, ott éri meg ugyanis háziorvosi rendelőt működtetni, mivel az egészségügyi biztosító fejpénz után fizet. Az orvosok helyzete bizonytalan, jelenleg júniusig van szerződésük, utána akár csökkenhet is a bevételük, miközben a kiadásaik egyre csak nőnek. A probléma országos szintű. Cox Tíme a negyedéves rezidens orvos, jelenleg falván van gyakorlaton, dr. Para János házi háziorvos mellett. Ha végez, a tervek szerint ő is háziorvos lesz. A kérdés az, hogy mennyire lehetetlenül el a szakma, mire oda az amúgy is előregedő foglalkozást ugyanis időről időre egyre kevésbé teszik vonzóvá azok a kormányzati rendelkezések, melyek mélyen belenyúlnának a házi orvosok zsebébe. Legutóbb januárban kellett egységesen fellépniük, hogy megakadályozzák a szakminisztérium reformját, amely 30%-kal csökkentette volna a vizsgálatokért és a betegek után járó fejpénz összegét idén júliustól újra bizonytalanná válhat a házi orvosok sorsa. Kiszivárgott ugyanis egy információ, amely szerint az egészségügyre fordítandó költségvetési keret már szeptemberben elfogy. És most mi nem tudjuk, hogy nekünk július 1-től bekövetkezik-e az, ami bekövetkezett volna januártól, és nem szerettük volna most, hogy nyáron, pont amikor szabadságolások vannak, pont amikor egy csomó iskolás véget, igazolások adása, egyetemistáknak igazolások adása, mindenféle, akkor kezdjük utolsó pillanatba, úgy járjunk, mint januárba. Akkor csak pár hét volt fellépni az intézkedés ellen, most van idő. Így a megyei tanácsosként is tevékenykedő Para János a legutóbbi tanácsülésen felkérte a politikai pártok képviselőit. Járjanak közbe a házi orvosok ügyében a parlamentben, fogjanak össze egységesen, ne következzen be a tervezett juttatás csökkentés. Tamás Sándor tanácselnök megígérte, hogy mindenki próbálnak hatni a politikai képviseleten keresztül, valamint a Nemzeti Liberális Párt frakciója is jelezte a hajlandóságát.